Július 5-én kezdte el a felkészülést a megyei első osztályú bajnokságra a rakamazi futballcsapat. A legutóbb a megyei másodosztály alukonstrukt csoportjának második helyén végző, de így is feljutó együttes szakmai munkáját továbbra is Madalina György irányítja. A játékos keretben jelentős változások történtek, különböző okok miatt 9 labdarúgó távozott, ami az osztályváltást és a megyei magyar kupa győzelmet követően némileg meglepetésként érte a vezetőket. Természetesen is szét kellett nézniük a megyei játékos piacon, és találtak is olyan futballistákat, akik segítségével a csapat kiharcolhatja a bennmaradást. Eddig 7 érkeztek, hirtelen nehéz elsorolni. Gégény Misi jött Tiszakanyáról, Ibrányból jött a Lukács Bence és a Csáki Józsi, a Szakolyból jött a Szobonya Gabi, a Majoros Ádám és a Csomány Őrs. És a Nyírsülitől leigazoltunk egy tehetséges támadót, a Petruska Attilát. A csapat kapitánya szerint fontos, hogy a pályán és azon kívül is jó közösség alakuljon ki, mert csak így lehet eredményes a megyei első osztályban a rakamaz. Az érkezők nagy része az még nagyon fiatal, 18-19 évesek. Aztán hát elsődleges feladat szerintem, hogy egybehozzam a társaságot, tehát hangulat szempontjából is megismerjük egymást. Ez fontos az edzéseken is, hogy összekovácsolódjunk minél jobban, és meccseken eredményesek tudjunk lenni, mert nagy hatása tud lenni a csapat teljesítményére, hogyha egy baráti társaságról tudunk beszélni egy csapatnál. A rakamaz az elmúlt hétvégén Tiszavasváriban a Bohács Sándor emléktornán 3-0-ra legyőzte a Hajdunánást, majd a döntőben 4-3-ra kikapott a házigazdák csapatától. Madalina György együttese a bajnokság nyitófordulójában augusztus 14-én a Tuzsért fogadja.